üzletileg. Egy pillanat, közben látom, hogy elindult a felvétel a lényege ezeknek, hogy nem konkrétan valakit arra képzünk, nem egy oktatást tartunk, hogy hogy tartson, vagy hogy készítsen egy adatvédelmi tájékoztatót, hanem a lényege, hogy általános alapismereteket, alapgondolatokat közvetítsünk, a jog és az informatikát összekapcsoljuk, tehát azt a két szakmai területet az adatvédelem területén, összekapcsoljuk a jogászokat, informatikusokat, vezetőket, és az elméletet is a gyakorlatot próbáljuk összekapcsolni, rámutatni, hogy akár az információ elmélet a gyakorlatban a jogszabályok között milyen problémákat fedezünk föl, és természetesen, tehát elsősorban a szolgáltatói az ISZT-re tekintettel is, tehát szolgáltatói szemszöggel nézzük, de ugyanúgy nézzük az érintettek érdekeit is, és a szolgáltatóknak nagyon fontosak az érintettek, hát ők az ügyfeleink. Mi is az apropó, 5 éve, május 25-én lépett hatályba az általános adatvédelmi rendelet, tehát az Európai Unió Magyarországon is, és minden tagállamba kötelező rendelete, melynek a rendelkezései éppen ma három éve Lépte, ö, három évtől kötelező használni, tehát ezeknek a, vagy alkalmazni a rendelkezéseit. Itt idézem a maga rendeletnek a hatályba lépő szövegét, és a rendezvényünknek tehát egy kis apropó, vagy egy apropóját eh, adjuk annak, hogy ez a ne, né, nap, az úgynevezett törölköző nap, ahol Douglas Adams eh, angol szifeíró emléke előtt szokás tisztelegni, eh, éppen Mondhatjuk, hogy 42 éves a galaktikus autói nem teljesen pontosan, 43 éve hangzott el az úgynevezett ez a BBC rádiójátékában ez a Galaktikus Atrakalóz, viszont 42 éve kezdte el a könyvet írni, Douglas Adams. Majd lesz pár szó, hogy igazából hogy is kapcsoljuk össze. Egy adatvédelmi tisztségviselőnek itt a URL-t láthatja mindenki, meg ezen az URL-en, tehát másoknak is jött a gondolata, hogy ezt a utikalauszt, ezt a galaktikus utikalauszt összekapcsolják. A 80-as évek fiatalságának ez egy kultuszkönyve, Sokan olvasták, sokan nem bírták olvasni, végigolvasni, sokan filmen látták, de mindenképpen nagy hatással volt az informatikára. Talán ismert, hogy Elon Musknak is egy elmondása szerint egy kedves, kedvenc olvasmánya, és a Teslát, amit kilőttek az űrbe, annak a Don't Panic felirat szerepel az oldalán. Pár gondolat, hogy átveszünk a Douglas Adams szellemébe, illetve idézetei alapján. A általános adatvédelmi rendelet talán az egyik legmegdöbbentőbb, és legnevezetesebb jogalkotása az Európai Uniónak. Itt az idézet nem tőlem származik, ezért próbáltam eredetibe szerepeltetni mikor ez megjelent, ez a adatvédelmi rendelet, pontosabban három éven, mikor a rendelkezései életbe léptek, akkor sokan rémálomnak tekintették. Manapság én azt mondom, hogy adottságként kell elfogadnunk, és ne rémálomként tekintsünk rá. Viszont sokan láttak lehetőséget benne, és vannak is lehetőségek. A nyújt is lehetőséget. Egy előadásra már is felszeretném 11-15-től Szőke Gergely előadására, aki aki a GDPR-t mint lehetőséget közelíti meg, tehát feltétlenül a GDPR-re ne csak mint rosszra, hanem lehetőségre is gondoljunk. A törölköző, a galaktikus ütőkalóz ismerősének tudjuk, hogy mit jelent a könyvbe ez a törölköző, majd a kvízjátékba nyereményeknél még visszatérünk a törölköző kérdésére, ott törölközőket osztunk ki, a nyerteseknek. Minden esetre félő, hogy a törölköző nem véd bennünket az európai jogtól és hatóságtól, hiába visszük, és a úgynevezett 42-es szám, a regénybe egy nevezetes szám, se biztos, hogy minden kérdése a végső válasz. Egy kicsit humorosra venném a szavaimat. Messze valamikor a, a, a tejut rendszerben egy civilizáció, majomtól eredő civilizáció, amelyik még az okostelefont, az individualizmus és az adatvédelmi bírságokat még mindig pompos, pompás dolognak tartja, számos problémával küzdött, az ideje jó részében boldogtalan volt, adatvédelmi aggályai Kon küzdött a személyes adatok terén, az aggódása miatt boldogtalan volt. Erre számos megoldás született, mi jól ismert beleegyező nyilatkozatok alkalmazása mindenütt. Sajnálatosan meglepő, hogy ettől a sok-sok beleegyező nyilatkozattól nem igazán lettünk boldogabbak. Itt pár idézet, ha valaki ezeket a szlájdokat megnézi, akkor egy kicsit összekapcsoljuk ezeken a szlájdokon. Az idő rövidsége miatt itt a szlájdokat inkább a internetre közététel érdekébe írtam, mint hogy itt végig mennék és ismertetnék. Minden esetre a GDPR három éve egy kis sokot okozott, sokak meglepően tapasztalták, hogy itt a bizonyos adatvédelmi rendelkezések életbe léptek. Noha előtte az infotörvény sok mindenben nagyon hasonló rendelkezéseket már tartalmazott, néha szigorúbbakat, néha enyhébbeket. A galaktikus útikalauz főszereplője Artúr felszólal, amikor a házát akarják lerombolni útépítés miatt, útban van a háza. Hogy kellő időben értesítést kapott? Hát ezt ő vitatja, hogy ő kellő időben. És hát pár gondolat még itt, ezt vissza lehet ezekre térni. Néhány dolgot, tehát idézzek, itt ezekre a linkekre rá lehet mondani, menni, és néhány vicces gondolatot a neten lehet találni. Itt ezekbe nem mélyednék be. Minden esetre, tehát ajánlom ezeket a linkeknek a megnézését, főleg akik a Galaktikus Utrakaloúznak rajongói vagy kedvelői. Ami nagyon fontos a rendezvényünk kapcsán, hogy bárki feltehet kérdéseket az előadás, vagy általában a személyes adatvédelmek kapcsán, erre az e-mail címre várjuk elsősorban az érdeklődéset, de bármilyen cseten, zoomban eljutnak a kérdések, akkor igyekszünk azokra reagálni. Nem ígérem, hogy válaszolni, reagálni próbálunk, illetve lesz egy rövid panelbeszélgetés délután. Már már érkeztek kérdések, valamit már be is építettünk előadásba, tehát előadásban is visszatérünk rá, minden esetre próbálunk a kérdésekre válaszokat adni. Ma egy kvízjátékot is játszunk, ami úgynevezett kahú alkalmazásá lehet keresni, itt a linken meg is lehet találni, hogy mi ez az alkalmazás. Ez desktopon is, mobiltelefonon is lehet játszani ezt a játékot. Lesz két forduló kvízjáték, és külön-külön osztunk az első és a második fordulóba bizonyos nyereményeket. Itt ezen az oldalon megtalálhatók, hogy milyen nyeremények. Nem nagy nyeremények lesznek, de remélem kedves nyereményeket tudunk osztani. Én köszönöm szépen a figyelmet, és egy fontos oldalra szeretném fölhívni a figyelmet, tehát erre az előadás, ez már publikálásra is került legjobb tudomásom szerint a cert.hu oldalán, tehát a huncert oldala, ami cert.hu, ott megtaláljuk ezeket a rendezvényeket, és ezt a programot is. Tehát egyrészt itt emlékeztető, hogy a Zumba lehet küldeni üzemetet. Van ez a webinár 2021 cím, ahová kérdéseket lehet küldeni. Itt nem szerepeltettem meg, mert a cert is van egy közvetlen címe, ami főleg biztonsági incidensek bejelentésére szolgál. Ez a certkukac, cert.hu, oda is lehet szupporttal írni. Mindenképpen reagálunk, illetve egy telefonszámot is közzéadunk, bár előadónknak a telefonszáma, tehát ő előadást is fog tartani, de ha valaki máshogy nem, akkor telefonon is föl tudja velünk venni a kapcsolatot. Minden esetre azt javasolom, hogy inkább a Zoom csetet, illetve az e-mailt használjuk, hogyha valaki üzenetet akar. És természetesen, tehát az adatvédelem az most is fontos. Maga a Zoom-mal kapcsolatban egy korábbi konferenciánkon elhangzott adatvédelemi kérdések, hogy egy konferenciával, hogy milyen adatvédelmi kapcsolatok vannak így a Zoom, vagy általában a videokonferenciával. Ezt az előadást ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és pár perc múlva Rigó Ernő veszi át a szót, és egy huncertes előadást tart, majd utána a Kiber... Védelmi Intézet ö, folytatja az előadást, és az előadás programját a cert.hu oldalon mindenki megtalálhatja, és a szünetekben majd egy-két gondolatébre gondolatébreztő diát, szlájdot még közzé teszünk. Köszönöm szépen a figyelmet, és Ernőnek átadom a szót, 15-kor kezdheti az előadását. Én most a, még egy pillanatra itt a support oldalra visszatérek, és most én a Seringet megos vagy bezárom. Köszönöm szépen. Figyelmet. Köszönjük Tibor a Köszönjük Tibor az előadást. Akkor negyedkor Rigó Ernő lesz a következő. Az előadás címe: EST incidens Incidenskezelési gyakorlat. Én még annyi kiegészítést tennék közben, hogy a, ilyen ügyrendi jelleggel, hogy fölhívom mindenkinek a figyelmét arra az információra, amit az Ormos be berakott ide a chatbe is, hogy az eseményre CPE pontok igényelhetőek, akinek ilyen továbbképzési kötelezettsége van az ISZAK a Magyarországnál, ott egy linket talál a, a chatben, és ott meg tudja igényelni a hozzá tartozó CPE pontokat, és automatikusan akkor jóváírásra kerül a CPE igazolás ezt Mindenkinek, aki érintett, a figyelmébe ajánlom, végre sikerült ezt elérnünk. És akkor egy.